Van ennek a fáraón ügynek egy részlete, amelyben nyilvánosságra került, mégis elsikadt. Úgy érzem, hogy érdemes erről is néhány szót szólni. Megtudtuk fáraónról, hogy hát nagyon sok ilyen nevű arab szerepel, ezért a magyar hatóságok nem tudhatták. Megtudtuk, hogy elütöttek egy évszámot, az amerikai hatóságok játszmája, még jó, hogy nem Soros Györgyi. És megtudtuk azt is, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel egy hivatalos vacsorán ismerkedett meg a professzor úrral, és érdemes erre az elemre egy kicsikét visszatérni és megkapirgálni a felszínt. Mindenek előtt hát ügyesek a miniszterelnök kommunikációs tanácsadói. Ez a professzor megszólítás, ez átkeretezi, így szokták mondani, fáraónnak a identitását, minthogyha egy tudományos kapcsolatról lenne szó, aki érdekes a magyar miniszterelnök számára. És ez a hivatalos vacsora, ez egy olybá tűnik, mint egy 12-1 tucat történet, hát a miniszterelnök részt vesz vacsorákon, és hát ki tudja, kikkel ismerkedik meg. De azért azt tudnunk kell, hogy a miniszterelnöknek az ideje igencsak drága, és ha ebben áthallás van, akkor ezért ne engem hibáztassanak. De valóban a miniszterelnökök nagyon ritkán fogadnak el vacsora meghívásokat. Mindenkinek, Orbán Viktornak is zsúfoltak a napjai, estig tárgyal különböző valóban fontos partnerekkel. A vacsora meghívásokat többnyire elhárítják, ha csak valami rendkívül fontos partnerről nincsen szó. Ha jobb viszony esetében az Egyesült Államok nagykövete meghívja egy vacsorára a magyar miniszterelnököt, vagy a német nagykövetség, akár az osztrák, a lengyel mostanában, akkor elképzelhető, hogy nagyon ritkán hébe-hóba a miniszterelnök elfogadja ezt a meghívást. Kivált akkor, hogyha egy nagyon fontos külföldi vendéget is ezzel egyidejűleg a nagykövetek a vacsorára meghívnak. Hogy ez mennyire így van, csak gondoljuk el, hogyha egy olyan hír megjelenne a magyar sajtóban, hogy Obama, vagy most már akár nem sokára Trump elnök vacsora meghíváson részt vett a magyar nagykövet rezidencián, hát csodálkoznánk, hogy miért fogadta ezt a meghívást. Erre ember emlékezet óta nem került sor. Az állam és kormányfők tényleg csak nagyon ritkán fogadnak el ilyen meghívásokat. A kérdés tehát, hogy hogy került Orbán Viktor a jordániai tiszteletbeli konzul vacsorájára? Önmagában az a tény, hogy Jordániának Magyarországon tiszteletbeli konzulja van és nagykövetsége nincsen, hát eléggé rámutat arra, hogy mennyire fontosak a magyar-jordán kapcsolatok, de néhány számmal is le lehet írni ezt. Jordániának a Magyarországra irányuló exportja, kérem szépen, 0,04%. Jordánia Magyarországról érkező importja pedig 0,15%, mind a kettő 1% alatt van, annyira jelentéktelen. Van egy ennél érdekesebb adat is, megjegyzem, mindez a külügyi és külkereskedelmi minisztérium honlapján felfedhető. A legtöbb országnál ott van, hogy mennyi a Magyarországra irányuló közvetlen beruházásnak az összege. Ez az összeg Jordánia esetében nem szerepel, hanem helyette az van, hogy ez egy bizalmas adat. Ami rendkívül érdekes, mert mitől lenne egy ilyen adat bizalmas? Egy ilyen adat csak akkor lehet bizalmas, hogyha ezt valaki kéri. Nyilvánvalóan a beruházó szokta kérni, de hát az is különös, hogy egy kormány ennek a igénynek vagy a kérésnek helyt ad, és nem árulja el, hogy mekkora a adott országba érkező beruházás. Gondoljanak csak arra, hogy amikor 2 millió forintnál nagyobb összeget kell kifizetni vagy átutalni, akkor mi mindenen, milyen procedúrákon kell átmenniük önöknek ahhoz, hogy ezt megtehessék. Ezt a pénzmosás elleni küzdelem jegyében, ezek nemzetközi normák. Ha ez igaz, egy 2 milliót meghaladó átutalásra, képzeljék el, hogy milyen titok lehet egy országba irányuló közvetlen beruházások esetében, hogyha ezt az ország titokban tartják. Visszatérve tehát az alapvető gondolatra, Orbán Viktor semmiképpen sem a magyar-jordán kapcsolatok
államközi súlya miatt vett részt ezen a vacsorán, hanem egészen más szempontok kellettek, hogy motiválják a részvételem. Nyilván csatalálgatni tudunk, nem látunk be Orbán fejébe, azonban ha kiszűrhetjük azt, hogy itt a magyar állam érdekei indokolták a vacsorán való részvételt, akkor nem tudunk másra gondolni, mint hogy egyéni érdekek voltak azok. Kinek lehetett az egyéni érdeke, ha nem Orbán Viktorénak, vagy pedig egy hozzá rendkívül közel álló valakinek az érdeke. És miután éppen véletlenül úgy esett, hogy ezen a vacsorán is részt vett a professzornak titulált fáraónak, ez az egész világ egyébként köröz, azt hiszem, hogy közel állunk a valósághoz, hogyha arra gondolunk, hogy az egész vacsorát azért szervezték meg, hogy Orbán Viktor és fáraón személyesen is megismerkedhessenek. Ezt csak azt szeretném hozzátenni, hogy Konrád Károly belügyi államtitkár azt mondta, hogy ha fáraón még egyszer Magyarországra jön, akkor letartóztatják. Magától Tarjáni Pétertől tudjuk egy tévéműsorban, hogy a titkosszolgálatoknak van egy olyan eszköze, hogy valakit kiszorítani. Egészen biztosak lehetünk abban, hogyha a magyar állam le akarná tartóztatni ezt a rendkívül veszélyes egyént, akkor letartóztatná, amikor Magyarországra jön. Ehelyett Konrád Károly üzen neki. Üzenetének a lényege az volt, hogy ne gyere többé Magyarországra, mert nem tudunk tovább tartani, de vigyázunk rád, hogy nehogy véletlenül letartóztassunk, vagy letartóztassanak mások, ezért előre figyelmeztetünk erre. Ez megint egy olyan körülmény, ami arra enged következtetni, a tényeket még egyszer persze nem tudjuk, hogy itt egy különleges kapcsolat van a miniszterelnök, vagy a miniszterelnök köre, és e között a nemzetközileg körözött, igen súlyos bűnöző között. Nagyon remélem, hogy a tényeket is meg fogjuk tudni. Jobb korán, mint később.